Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Óriási nehézséget okozott, mind fizikailag, egészségügyileg a pandémia elmúlt 2 éve az országnak, de a gazdaságunk is megsínlette a járványt. Nem segített az, hogy a kormányzat sok esetben úgy próbált, idézőjelbe teszem, segíteni, hogy a pandémiát és a vírus helyzetet felhasználta az önkormányzatok nincs szebb szó kifosztására. Rengeteg forrástól szabadították meg az önkormányzatokat, adóbevételeket befagyasztotta a kormány, megvonások történtek, és a kárpótlás minden ígéret ellenére nem történt meg. Először azt mondták, hogy teljes összegben kárpótolni fogják az önkormányzatokat, majd azt mondták, hogy összeget nem tudnak felajánlani, de kedvezményes hiteleket fel tudnak ajánlani, hiszen akkor pörög a gazdaság, hogyha fejlesztünk, majd jött a kiábrándító hír, hogy ezt sem biztosítják. Dunaújvárost és térségét a kifosztások mellett, az ilyen szintű kifosztások mellett még egy merénylettel úgymond megkínálták ajándékba, ez pedig az, hogy Magyarországon másodjára hoztak létre különleges gazdasági övezetet, és a különleges gazdasági övezet erejével sújtottak le a térségre. Miért mondom, hogy lesújtanak? Azért, mert jó, maguk is elismerték a különleges gazdasági övezet vitája kapcsán, hogy ez nem más, mint egy nagyon hatékony fegyver az önök kezébe, melyel kényük kedvek szerint lecsaphatnak azokra a térségekre, azokra a városokra, amik önök mondjuk nem szimpatikusak. Hát ez megtörtént. Tehát a baj nem jár egyedül, az önkormányzatot megszorítások érték a pandémia ideje alatt, és csak idén a különleges gazdasági övezetnek kialakításának köszönhetően 1,4 milliárd forint esett ki Dunaújváros, megyejogú város költségvetéséből. Ez csak Rácz-Almástól meg nem kapott, a Henkuk után Henkuk befizetett iparűzési adóját jelenti. Azt mondták nekünk akkor, hogy ez egy sokkal igazságosabb rendszer, hiszen a kis településeket fogják ezekből a bevételekből, elvett, megvont bevételekből támogatni és fejleszteni. Hát itt hadd jegyezzem meg, hogy Dunaújváros igenis szolidáris a kis településekkel. Dunaújváros fizeti ugyanis a megyeigú városokat tekintve, illetve a 22 ezer fő fölötti városokat tekintve az adóbevételeik után a legmagasabb szolidaritási adót a magyar államkasszába. Tudják, ez az a pénz, amit az iparűzési adóból gazdagodott vagy gazdagodó városok a szegényebb településeket finanszírozhatják ebből a pénzből. Tehát mondom még egyszer, az adóbevételeink tekintve a legnagyobb százalékba mi fizettük be a legtöbb iparűzési adót, ez az adóbevételeink 42%-át jelenti, ami 1 milliárd 768 millió forintot jelent. Ennyire vagyunk mi szolidárisak a szegényebb településekkel. Ennyire. Tehát nem mondja nekünk senki azt, hogy az igazságtalanságot, illetve bocsánat, az igazságtalanságokat ne próbálják igazságossággal leplezni, hiszen mi már bizonyítottunk ezen a téren a nagyvárosok közül. És mi lenne a megoldás? Hogyan tudnánk újra levegőhöz juttatni mondjuk Dunaújvárost, de nem csak Dunaújvárost, hanem a többi szolidaritási adót fizető várost is. Szabó Zsolttal, Dunaújváros gazdasági és pénzügyekért felelős alpolgármesterével kidolgoztunk egy határozati javaslatot. Ez a határozati javaslat azt tartalmazza, hogy ameddig a kis és középvállalkozások iparűzési adójának, befizetésének a felét elvette a kormány, ameddig be vannak fagyasztva azok a helyi adók, amiket most nem emelhet az önkormányzat, és higgyék el, nem minden esetben a lakosság kárára emelték, vagy emelnék ezeket a bevételeket. Ameddig ezt nem szüntetik meg, addig ezeknek a nagyvárosoknak az iparűzi, a szolidaritási adó befizetésétől tekintsen el a kormány. Nekünk ezek óriási pénzek, de a költségvetéshez mérve nem olyan nagy pénzek. Támogatni akarnak mindenkit. Kérjük Önöket, hogy ezzel a lépéssel fogadják el a határozati javaslatunkat, és támogassák a nagyvárosok önkormányzatait, akik ugyanúgy szenvednek a megvonástól, mint bárki más. Köszönöm a szót, maradok a körzetem szolgálja.